A Kétvál magazin múlt heti adásában bemutattuk a birkózó Európa-bajnokságon, szabadfogásban és a női szakákban elért magyar sikereket. Most pedig következzen a hazai birkózás történelmének legsikeresebb szakága, a kötött fogás. 3, 2, 1, most! Bácsi Péter családján és az összesen nagyjából 3000 szurkolón biztosan nem múlott semmi. Minden adott volt ahhoz, hogy női és szabadfogású birkózóink után kötött fogású válogatottunk is szállítsa a jó eredményeket. A magyar csapat számára azonban nem indult könnyen a kontinens viadal, hiszen többen is nehéz sorsolást kaptak. 63 kg-ban Kecskeméti Krisztián, valamint 87 kg-ban Szilvási Erik számára hamar véget ért a verseny. Előbbi török, utóbbi szerb ellenfelétől kapott ki első mérkőzésén. Szőke Alex sérülés miatt nem tudott részt venni a versenyen, a helyén Érsek Róbert indult, akinek nem volt könnyű dolga, hiszen már a selejtezőben a bolgár Milovval hozta össze a sors, aki végül jobbnak bizonyult nála. Nagyon rég voltam versenyen, igazából edzést összesen lehet ezzel hasonlítani, első felnőtt versenyem, hát nem tudom, csalódott vagyok. Mivel azonban a bolgár bejutott a döntőbe, így Róbert a Vigaszágon folytathatta, ahol norvég ellenfél várt rá, de ezen a mérkőzésen is vereséget szenvedett, így 97 kg-os versenyzőnk is búcsút intett az EB-nek. Le fogom belőle szűrni tényleg azt, ami hiba volt. Erősödnöm kell még a felnőtt mezőnybe is. Kiadta magamból mindent, és ennyire volt most ez elég. Az egyik talán nem is annyira titkos éremesélyesünk. 77 kg-ban Lévai Zoltán volt, aki egy szívizomgyulladás miatti hosszú rehabilitáció után tért vissza, és ez volt az első komolyabb versenye. Rögtön egy kemény ellenfél várt rá a szerb színekben versenyző Nemes Viktor személyében, de sikerrel vette az akadályt, és 3-1-es győzelmével a negyed döntőbe jutott. Ott a bolgár Nasakanjan volt az ellenfél, aki túl nagy falatnak bizonyult, és 5-1-es győzelmet aratott Zoltán felett. A mérkőzés azonban nem az eredmény miatt, hanem az első másfél perc miatt lesz emlékezetes, ahol olyat láthattak a nézők, amit birkózó szőnyegen ritkán lehet. Úgy volt az első másfél perc, arról szólt, hogy ugye egy szokták, egy percre megintenek egy birkózót, leküldik az egyiket, és akkor kap egy pontot a támadó. De utolsó ponttal nyeri a végén, hogyha úgy azonos az állás. És hogyha én megyek le, tehát az volt a taktikám, hogy elsőnek leküldöm magam, és másodikban utolsó ponttal egy-egyen van nyerni fogok, mert hogyha nincs semmi akció. Hát nem sikerült. Érsek Róberthez hasonlóan Torba Eriknek sem sikerült megnyernie az első mérkőzését, de mivel a bolgár színekben induló örmény ellenfele a döntőig meg sem állt, így Vigaszágra került. Ott az ukrán színekben induló örmény Abovján várt rá. Erik mindkét menetben nagy iramot diktált, hogy az ellenfelét küldjék le. Ez a taktika pedig sikeresnek bizonyult, és egy 3-0-ás győzelemmel párosult. Próbáltam mind a két menetben nagyobb iramot menni, hogy őt intsék meg kétszer. Hál' Istennek ez a taktika ez be is jött, de úgy gondolom, hogy nem volt részrehajlás a bírók részéről, ugyanis tényleg jobb iramot mentem. Hát még van ugye hátra egy bronzmeccs, szintén egy örmény fiú ellen. Kifogtam az örményeket. Van az örmény, a bulgár örmény, meg az ukrán örmény. Mindegyiket sikerült birkóznom egyet, illetve is sikerült fog birkóznom egyet. Úgyhogy hát remélem, hogy meg lesz a bronz, és hazai közönség előtt dobogóra látok. A 60 kg-os bronz mérkőzésén már ténylegesen örmény színekben induló örmény ellenfél jött a másik ágról. Bár Erik mindent kiadott magából, sajnos a mérkőzés kulcs pillanatában nem tudta végrehajtani az akciót, és vereséggel jött le a szőnyegről. Végletekig birkóztam, itt sajnos a végén volt egy emelésem, ami nem jósült el. Le tudta tenni a két kezét, így nem tudott átbillenni a tengelye körül, és hát ezzel sajnos el is ment a meccs. Úgy gondolom, hogy ha az megvan, akkor már fáradt lett volna annyira az ember, hogy ne tudjon fordítani. Hát jó lett volna még egy bronzéremmel gazdagítani a érem kollekciómat. Nem tudom, az a kicsi, az majd valószínűleg legközelebb meg lesz, úgyhogy igazából így ennyi. Vitek Dárius számára remekül indult az idei versenyszezon, hiszen a Bulgáriában megrendezett U23-as Európa-bajnokságon aranyérmet szerzett, most pedig a felnőttek között mutathatta meg, mire képes. Nem is kezdett rosszul, hiszen a selejtezőben 2-1-re verte a svájci Ali Shahit. Passzivitásért mindketten kaptak pontot. A döntő az volt, hogy Vitek ki tudta tolni ellenfelét a szőnyegről, ami továbbjutást ért. Viszonylag már első menet fele körül éreztem, hogy vagyis nem éreztem, csak hallottam, hogy nagyon lieg. Akkor fejben egy kicsit megörültem, mondom, hát ha hamar elfárad. Az lett volna, hogy
magamat leküldetem először, és akkor másodikba pedig visszaintettem is egy-egyre megnyerem. Aztán pont azt beszéltük az edzőkkel, hogy ha nagyon passzív vagyok és megyek hátra, nehogy az legyen, hogy megindul és kitol. És volt egy próbálkozása, gondoltam, megpróbálom én is, és összejött. A sorsolás Dariusnak sem kedvezett, hiszen a negyed döntőben a török Rizakayab következett, és egy sima 6-0-ás mérkőzésen verte Dariust, de mivel az elődöntőt is sikerrel vette, a magyar versenyző a Vigaszágon folytathatta. A román ellenféllel szemben meg tudta azt csinálni, amit már korábbi meccsein is tervezett, nevezetesen, hogy az első pontot odaadta az ellenfélnek, majd az intenzív irama miatt a második menetben ő kapta a pontot, így később szerzett ponttal továbbment a bronzmérkőzésre. Ott az azeri színekben birkózó Kandelakival küzdött meg. Az első menetben sikeresen kivédekezte a lenti helyzetet, a visszaintésnél pedig szabálytalanul védekezett az azeri, hiszen lábra fogott. A végét is jobban bírta a magyar versenyző, így 130 kg-os birkózónk 3 héttel azután, hogy Bulgáriában U23-as Európa-bajnok lett. Hazai közönség előtt, a felnőttek között Európa-bajnoki bronzérmet szerzett. Ezen a meccsen is, meg úgy általában a meccseimben szerettem ezt az első intést odaadni az ellenfélnek. Most is igazából ez lett volna a cél. Éreztem rajta is, hogy egy kicsit, mintha ő is rájátszana erre. Hál' Istennek nekem jött be. Az eleje egy kicsit unalmas volt, idézőjelben úgy mondanám, kívülről. Belül azért is ott azért volt egy kis harc, de kemény meccs volt mindenképp. Ugye az utcsó 1 perc 40 körül, már tisztán hallottam, hogy kiabál a közönség, és ez még egy kis plusz mentális erőt adott, hogy jobban oda tegyem magam. A lévai testvérek közül az idősebbnek, Zoltánnak sajnos nem jött össze az érem, de a fiatalabbnak, Tamásnak még megvolt erre az esélye. Az első mérkőzését pedig magabiztosan 8-0-val hozta körök ellenfelével szemben. Attól függetlenül, ami az eredmény mutatja, ez egy nehéz mérkőzés, hiszen mindenki nagyon erős. Viszont nagyon-nagyon-nagyon örülök, hogy itt van ez a hatalmas közönség, hiszen úgy érzem, hogy olyan leltárakat tudnak majd megmozgatni bennem, hogy az azt jelenti fenomenális. Örültem, hogy elment a kenyérkel és a fogásom, malomnak hívják az elején, habár abban mindig benne van ez a rizikó. Habár úgy érzem, hogy ettől egy kicsit megtorpannak az ellenfelek, és ahogy láttuk is, utána átvettem az irányítást, és sikerült technikai tussal jelnem. A negyed döntőben az azeri Huszajnovval lépett szőnyegre, és bár a végéig nyílt volt a találkozó, végül az azeri húzta be a meccset 2-0-val, utána pedig meg sem állt a döntőig, ami bronzmeccs esélyt jelentett Tamásnak. Ő pedig ezzel élt is, hiszen valósággal átgázolt cseh ellenfelén, és technikai tussal jutott a bronzmérkőzésre. A harmadik helyért a moldáv Mihály Bradúval kellett megküzdeni. Először lévait látta passzívabbnak a bíró, így őt küldte le. A második menetben ugyanez várt volna a moldávra is, de a magyar birkózó még ezelőtt akcióba lendült, és először eldobta, majd megpörgette ellenfelét, amivel 4-1-re módosult az állás. Később kiderült, hogy ez volt a kulcsmomentum, hiszen pontszerzés nem történt már a meccsen, így U23-as világbajnokunk immár a felnőttek között 82 kg-ban Európa-bajnoki bronzérmesnek mondhatja magát. Hihetetlen. Egyszerűen nem tudom hasonlani, csak hihetetlen. Egyszerűen nem tudtam olyan fáradni. Éreztem, hogy szétesik a karjaimba. Ez az igazi magyar virtus, ami benne volt a közönségben, és egyszerűen át tudtam adni a szőnyegen, és legyőzhetetlennek éreztem magam. Tényleg. Egyszerűen ilyen kondíciót, ilyen reakcióidőt. Nem azt mondom, hogy nem éreztem soha, de nem ilyen folyamatosan, nem minden meccsről meccsre. Hihetetlen. Mondani egy csúnya szavakkal ki tudnám fejezni magam szépre, de nem, most nem akarok. És hogy mit várhatunk tőle a jövőben? Még mindig rettentően fiatal vagy, és megvan az első felnőtt Európa bajnoki érmed. Mit várhatunk tőled a folytatásban? Európa világ és olimpiai bajnokság. Vánca István tavaly az U23-as Európa-bajnokságon Skopjében felállhatott a dobogó legfelső fokára, most pedig a felnőttek mezőnyében is erre készült. A selejtező tulajdonképpen formalitás volt számára, hiszen portugál ellenfele még csak megizzasztani sem tudta. Ezt úgy vettük, hogy ez egy bemelegítő mérkőzés. Vaciláltunk, hogy birkózak-e többet, hogy jobban bemelegedjek, vagy gyorsan rendezzem le, de végül úgy döntöttünk, hogy
jobb minél előbb le tudni. Ezután a moldáv Iszlámov következett, aki szintén nem jelentett akadályt, és a portugálhoz hasonlóan őt is technikai tussal verte. Ellentmondás nem tűrő birkózása a negyeddöntőben is folytatódott, ahol 10-2-nél tusolta be grúz ellenfelét 67 kg-os birkózónk. Úgy éreztem, végig én irányítottam, mindig én domináltam, most az ő indításaimból próbált akciózni, kontrázni, de mindegyiket jól le tudtam reagálni, szóval így belülről jól éreztem, hogy én irányítom végig az egészet. Egy-egy challenge-nek nem csak azért van fontos szerepe, hogy megállapítsák, hogy jár-e pont az akcióért, vagy hogy éppen mennyi jár érte, hanem azért is, mert addig van ideje kicsit szusszanni a feleknek. Vánca István elődöntőjében pedig ez a két dolog is kellett ahhoz, hogy 4-2-re verje az örményt, és ezzel fináléba jusson. Ez a challenge egy kicsit segített azért, hogy új erőre kapjak, meg a közönség is, hogy szurkoltak, amikor elvesztették a challenge-et, ugye felrobbant a stadion, és ez nagyon nagy erőt adott, hogy kibírjam, főleg itthon. Kötelező volt kibírni. A török Murat Firat elleni döntőt U23-as Európa-bajnokunk kezdte jobban, de mégis őt küldték le először, amit még sikeresen kivédekezett, de később Firat el tudta dobni, amivel 3-0-ra növelte előnyét. A második menetben a törököt küldték le, de Vánca nem tudott rajta akciópontot csinálni, ahogy a mérkőzés hátralévő részében sem, így 3-1-re a török nyerte a döntőt. Fenomenális volt megint a hangulat. Hát próbáltam ezt megköszönni a birkózásommal, hát sajnos most nem sikerült. Most csalódás okoztam kicsit a közönségnek, szerintem, de legközelebb majd ezt bepótlom. Ahogy felálltunk a lenti helyzetbe, az első menetben, ott egy kicsit dekoncentrált voltam, ami miatt el is tudott dobni 2 pontért. Ugye olimpiai 5. világbajnoki bronzérmes, sok érmest vertem meg a döntig lévő utamon, ez mindenképp pozitív. Fritz Robert már megtapasztalhatta, milyen dobogóra állni egy EB-n, hiszen tavaly Varsóban 3. helyezést ért el, idén Budapesten azonban a legfényesebb éremre pályázott. Rögtön egy kemény ellenfél, a finn Peltok Angas várt rá, akit már jól ismert, hisz többször is birkózott vele. A finn kellemetlen stílusa bár megnehezítette a dolgát, de egy fejlefogással a maga javára fordította a mérkőzést. Ez a sráccal már negyedjére birkózok, igazából tavaly az EB-n is vele kezdtem, illetve hogy második meccsem volt. A VB-n tőle kaptam ki, az ő tatán, tehát ugye már beszéltük is a edzőtáborban is, hogy na majd akkor az első meccsen összecsapunk, és tényleg így lett. Nagyon kellemetlen, nekem nem is fekszik valahogy az ő birkózása, de most szerintem meg tudtam oldani ezzel a fejlefogással, ami a VB-n nem úgy sikerült, nem úgy kaptam a pontot rá. Most szerencsére zónán belül voltunk, 4 pont nem térdeltem, nem mondottam, fókuszált voltam. Voltak nehéz pillanatok, amikor azt éreztem, hogy csuklik jobbra-balra a lábam, de a közönség nagyon sokat segítem, úgy tudom, hogy barátom egyik oldal, szüleim, csapattársaim a másik oldalt, edző, nagyon-nagyon jó érzés itt birkózni, sajnálom, sokáig eljutok ma. A negyed döntőben sem volt könnyebb dolga, sőt, a szerb Arsalan ellen igazi hullámvasút volt a mérkőzés, de végül a közönség belehajszolta a győzelembe Robit. Hát olyan hangulatom, hogy alig hallak téged is, szóval úristen, hát voltak holtpont a pörgetés, amikor összefogtam, akkor ott volt egy érzés, hogy át fog lépni, de úgy voltam vele, hogy lesz, ami lesz, és mindent, és utána a közönség, ami volt, tudtam, hogy amikor kitolt, akkor tudtam, hogy vissza fog tudni, mert éreztem, hogy olyan hangulat volt, hogy ez hihetetlen. Tehát, hogy amikor 23-ban itthon birkoztam szombatén, akkor is nagyon jó hangulat, de ez lesz, nem jutva ez. Mindenki úgy, nagyon jó volt, nagyon éreztem. Az elődöntőre kicsit több ideje volt rápihenni 72 kg-os birkózónknak, ami kellett is, hiszen a horvát Puklavec sem ígérkezett könnyű falatnak, és nem is volt az. Első meccsét 2 ponttal, a másodikat 1 ponttal, ezt pedig 1-1-es eredménnyel később szerzett ponttal tudta megnyerni Fritz Robert, amivel kivívta a jogot, hogy életében először Európa-bajnoki döntőben birkózhasson, ráadásul azzal a grúzzal, akitől kikapott tavaly a varsói EB elődöntőben. Nagyon várom már, életem eredményét értem el eddig a döntőbe jutással, és azzal a grúzzal, akit tavaly az elődöntőben nem nekem jött a pont, mondhatni, a intések, de hát most majd visszavágunk itt hazai közönség előtt.
A visszavágás pedig nagyon nehéz feladatnak tűnt, hiszen a grúz Bolkvárdze az első másodpercektől kezdve nagy iramot diktált, ennek megfelelően Fritzset küldték le az első menetben. Lentről viszont nem tudott akciót csinálni Bolkvárdze, az állás pedig maradt 0-1 a szünetig. A folytatásban a magyar versenyző mindent beleadott, hogy visszaintsék ellenfelét, ami végül sikeres volt. Megvan az a pont, amiben nagyon reménykedtünk, és amire Fritz Robert is appellált itt valószínűleg a mérkőzés első menetében. A parter helyzetből pedig egy gyönyörű emelés után átforgatta Bolkvárdzét Fritz Robert, és bár az akciót megkontrázta a grúz és mögé került, a támadást nem tudta továbbvinni, így az utolsó egy percre 3-2-es magyar vezetéssel fordultak a felek. Nagyon zártan védekezik Bolkvárdze, most azért kinyitja, és akkor megemelni, vagy megpörgetni. Gyerünk, Robi! Bolkvárdze jól védekezik, egy határozott mozdulat, így van, megvan, és Blebo megforgatja! 2-1! 2-1! Ugye mögé került most Bolkvárdze, ezért nagyon kell figyelni rá, hogy nehogy ő is akciózzon onnan. A kontráért megkapta már az egy pontját, és most nagyon-nagyon védekezni onnan lentről. Bolkvárdze is megemeli, megpróbálja, és ugyanazt kísérli meg, mint amit Fritz csinált meg, de Fritz kivédekezi. A hátralévő időben Fritz állásból nagyon szépen lezárta a réseket, nem engedte indulni riválisát, és karrierje eddigi legnagyobb sikerét aratta, hiszen hazai közönség előtt ért fel a csúcsra, és lett Európa-bajnok. Látja, hogy mennyi idő van Bolkvárdze, nem tud bemenni derékra, a mezét is rángatja egy kicsit Fritz ellenfelének, szerencsére nem látták. 10 másodperc van hátra a mérkőzésből, ennyi van az Európa-bajnoki címig. Fritz Robert felérhet a csúcsra, ráadásul Budapesten. Európa-bajnok Fritz Robert ebben a pillanatban megnyeri a döntőt, és aranyérmes a budapesti Európa-bajnokságon. Ez egy nagyon taktikus, remek birkózás volt, de kibírta a végéig Fritz, és nem veszített, hanem nyert. A 72 kg-os súlycsoportban Európa-bajnoki aranyérmes Fritz Robert. Bravo, Robi, elképesztő, és ő csinálta az akciót, ő emelt és ragyogon birkózott, fölugrik Viktor hátára Péter, így örülnek ennek az aranynak, és igen, van kötött fogásban is aranyérmünk. Bravo, bravo, Robi! Gyere, srác, én már nagyon készültem, tavaly az előtt, hogy kaptam tőle, most nagyon készültem, nagyon sok szület a fejembe, mint a Rocky filmekben, amikor kipószorozza oda a Dragót, meg ezeket. Így állt a fejembe, és mondtam, hogy többiek olyan smagit, ezt lehet benne, és jött a közönség, és az a Erdőkos emelés is. Még első részem, nem tudom, amikor fogom elsőni magam. Ez a mellőugrós emelés ment, amit nem, nagyon régóta nem csinálok, de most valahogy előjött most, és hányszor megmondták nekem a nagy öregek, a Szocsiék, a Mackóék, az edzőim, hogy megcsinálod edzéseken, és lehet, hogy nem, de akkor ott sikerülni fog is. És igazuk lett. Szóval köszönöm nekik is a rengeteg szenvedést, amit okoztak. Szégyellem magam, mert apukámnak megígértem, hogy visszahívom, mert ő külföldön van. De lássuk, nem is tudom, hogy tudta nézni, és nem hívtam föl. Szégyellem magam. A telefon hozzá fog menni. De itt van anyukám, barátnőm, barátaim, mindenki itt van, apukámon meg öcsőn kívül. Szóval... Hihetetlen. Természetesen Módos Péter szövetségi kapitány is elégedett volt a kötött fogású válogatott teljesítményével, és mivel nagyon fiatal csapatról van szó, így biztosak lehetünk abban, hogy a magyar birkózás fényes jövő előtt áll. Nagyon nagy érzelmi hullámokban voltam, hiszen az eleje nagyon nehézkesen indult. Megnéztük a sorsolást, az se volt valami kedvező számunkra, de ahogy elkezdtünk kijönni ebből, és amilyen bravúrokat már tudtunk itt produkálni, illetve ez a mai nap, ez megkoronázta. Főleg az, hogy a hazai közönség előtt ilyen eredményeket, ilyen biztatás mellett
csodálatos, tényleg nem tudok erre más mondani. Ez még csak én nagyon remélem, hogy a kezdet, hiszen ez tényleg egy olyan lökés kell adni a srácoknak, hogy látják azt, hogy megéri edzeni, mit miért csinálunk, miért ilyen hosszú, miért olyan hosszú. Ilyenkor nem mondják, de vannak nehéz napok, és ezeken átlendítjük őket úgy, ahogy most már azért is láttátok, hogy lejönnek, összeölelkeznek, ez már tényleg egy igazi csapat. Természetesen, ahogy azt mind tudjuk, a hazai birkózó sportnak nem csak a jelene, hanem a múltja is sikerekben gazdag. Ennek elismeréseképp az Európa-bajnokság közönsége előtt a nagy színpadon díjazták mindazon versenyzőket, edzőket és sportvezetőket, akik az elmúlt években öregbítették a magyar birkózás hírnevét. Magyar szempontból tehát egy nagyon sikeres Európa-bajnokságon vagyunk túl, a szervezéssel pedig a Nemzetközi Birkózó Szövetség most is meg volt elégedve. Listen, like always, everything happening in Budapest. Mint minden esemény, ami Budapesten vagy Magyarországon bárhol van lebonyolítva, így ez is úgy van megrendezve, ahogy ez az elvárásainak megfelelő. A jelenlegi Ukrajnában lévő helyzet mindenki számára sajnálatos, így ezen az eseményen sem tudott mindenki részt venni, aki szeretett volna, de ez egy olyan dolog, amihez alkalmazkodnunk kell. Ugyanebben a csarnokban voltunk tavaly is az olimpiai kvalifikációs verseny kapcsán, ami a pandémia kellős közepén volt, most már kell megküzdenünk. A mi helyzetünk a tavalyihoz képest jóval könnyebb, de az innen nem messze lévő helyzettel együtt kell élnünk, és pontosan ezt tesszük mi is, és mindenki annak érdekében, hogy megőrizzük a versenyeink integritását. Ez most a legfontosabb. A Magyar Birkózók Szövetsége az EB záró ünnepségén köszöntötte az ukrán női csapatot, illetve a magyar válogatott érmeseit és helyezettjeit. Birkózóink teljesítménye mindenki várakozását fölülmúlta, a szervezés pedig a 2018-as világbajnokságéhoz hasonlóan most is rendkívül színvonalas volt. 2 arany, 2 ezüst, 5 bronzérem, és még szereztünk 3 ötödik helyet, és ezzel a 38 ország közötti pontversenyben a 4. helyen végeztünk, nagyon büszkék vagyunk. És egyébként a rendezés is nagyszerű volt, minden ország elégedett volt velünk, a Nemzetközi Szövetség Nenadalovics külön megköszönte, hogy ilyen nagyszerű versenyt tudtunk rendezni. Mindig majd, hogy nem teltházzal zajlottak az események, több mint 15 000 nézője volt az Európa-bajnokságnak. 10 000 vendégészakát hoztunk Budapestre, úgyhogy nagyon büszkék vagyunk. Egy nagyon széles körű összefogás tudja ezt megteremteni. Ez nem csak a birkózókon múlik, de összekovácsolódott a mi birkózó csapatunk, azt gondolom egy igazi birkózó családdá. Mindhárom fogásnemben voltak kitűzött céljaink, amit megpróbáltunk reálisan megfogalmazni. Éremszámokban nem szoktunk, a éremességekben nem szoktunk különösebben figyelni, de azért figyelünk erre is. Ezt minden várakozásunkat felül teljesítették a birkózók. És hát ugyanígy volt az, hogy ezt a Európa bajnokságot a kormány anyagi és erkölcsi támogatása nélkül nem tudtuk volna megtenni, úgyhogy amit szintén szeretnénk megköszönni, és a jövőben is számítunk egy ilyen együttműködésre. A Nemzeti Sportügynökséggel és a Nemzeti Sportközponttal kiváló kapcsolatot hoztunk létre, és köszönjük az ő támogató munkájukat is. Csak szuperlatívba beszélt minden külföldi vendég. Nálad Lalovics elnök úr is azt mondta, hogy ismét maradandót alkottunk, és hát mindenki szeret ide jönni, és mindenki úgy távozik Magyarországról, hogy alig várja, hogy legyen egy következő világverseny. Nagyon ritka az, hogy egy ilyen lelkes és csodálatos közösség előtt birkózom valaki, ráadásul hazai közönség előtt. A fiatalok is csak magas szinten beszéltek erről, féltem attól, hogy esetleg sokan az első felnőtt világversenyük volt, hogy összerampoltja őket, de nem, hál' Istennek, és mindenki tényleg a legjobb teljesítményét tudta nyújtani egy ilyen csodálatos közönség előtt. Ez a közönség meg is érdemelte, hogy tényleg érmeket hozzanak a fiúk és a lányok. Nem állok el neki, azt mondom, hogy erre azért nem számítottunk, tényleg egy álomszerű szereplés volt. Én előzetesen 5 érmet jósoltam, persze bíztam benne, hogy akár lehet több is, de nyilván ebben benne volt az is, hogy akár kevesebb is, és ennek ellenére 9 érmet tudtunk nyerni, közte 2 aranyérmet, tehát tényleg minden elvárásunkat túl teljesítették versenyzőink. Fritz Robi 3 olyan bravúrt hajtott végre ezen az Európa-bajnokságon, hogy le a kalappal előtte.
Úgyhogy én nagyon boldog voltam az ő sikerének, hozzátenném, hogy nagyon jó edzőpartnere volt az ezt megelőző években, hiszen az én voltam, de mindegy. De neki nagyon örültem, de igazából minden éremnek, a Vánca István is, hát nagyon érettem birkozott, ugye ő még egy úszóhármas versenyzés, tényleg úgy volt fenn a szőnyegen, és olyan okosan hozott le mérkőzéseket, mint egy érett felnőtt versenyzés, ugyanígy sorolhatnám még a Lévait, Tomit, a Dáriuszt, úgyhogy nagyon büszkék vagyunk rájuk.